Ne gyújtsa, gyűjtse szelektíven elnevezéssel indított kampányt a Katasztrófavédelem és a Nemzeti Hulladékgazdálkodási ZRT. Ebben a nem megfelelő tüzelőanyagok használatának mellőzésére, illetve a szelektív hulladékgyűjtés fontosságára kívánják felhívni a figyelmet. Magyarországon évente 3 gellért hegynyi hulladék keletkezik a háztartásokban, ennek 3/4 újrahasznosítható. Az országban több száz esetben, azonban Zala megyében is minden egyes fűtési szezon alkalmával számos olyan esetben kell a tűzoltóknak olyan tűzesetekhez vonulni, amely a fűtéssel a nem megfelelő éghető anyag használatával összefüggésben keletkezik. Nagyon sok olyan eset van, amikor maga a kályhában nem megfelelő éghető anyag, tehát nem csak fa van benne, hanem műanyag, ruhanemű, és számos olyan, amely a háztartásban előforduló, és máshogy nem tudják hasznosítani az ott élők, beleszórnak mindent a kályhába. Éppen ez miatt nagyon gyorsan leszűkíti a kéménynek az átmérőjét, ugyanis ez nagyon kátrányos égéssel ég el, és ezzel párhuzamosan pedig szinte egyenes az út, mondhatjuk azt, hogy onnantól kezdve egy kéménytűz is keletkezni fog, amely során bármikor egy lakástűz is nagyon gyorsan, rövid idő alatt eszkalálódhat.